Felemelő látványt nyújtanak a temetők fényei minden szentek közelettével. Az évnek ebben az időszakában látogatják legtöbben a sírkerteket. A sírokon, koszorúkon elhelyezett gyertyák vagy mécsesek azonban tüzet is okozhatnak akkor, ha nem vagyunk elővigyázatosak. Országos adat, hogy tavaly 98 alkalommal keletkezett tűz a temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször 66 esetben a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra a leggyakrabban néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de volt, hogy a temető melletti területre is átterjedt a tűz, és több hektáros, kiterjedt szabadtéri tűz alakult ki. 17 alkalommal a temető területén kihelyezett szemetes gyulladt ki, 15 esetben pedig a sírhelyeken elhelyezett koszorúk égtek évente körülbelül egy tucatnyi esetnél kell tűzoltói beavatkozást végezni, ez országos adat, de nem is olyan régen a Domári temetőben volt egy tűzeset, ahol ott felejtett gyertya okozott tűzeseményt. Néhány alapvető szabály betartásával a minden szentek és halottak napi megemlékezések biztonságosát tehetők, illetve oda az is, hogyha gyertyát gyújtunk, akkor ott is ugyanezen szabályokat betartva biztonságosan emlékezhetünk szeretteinkre. Itt elsősorban a gyertya használatra kell figyelnünk. A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz fa levelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Fontos, hogy csak hőálló mécses tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, azt is úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. A szakemberek azt kérik, hogy az égő mécsest a sírtól való távozás előtt olcsuk el, a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőkbe pedig ne dobjunk izzó forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot és értesítse a temető biztonsági személyzetét. Ebben az időszakban sokan otthon is gyertyát gyújtanak. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest vagy gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz. A katasztrófavédelem munkatársai arra intenek, hogy az otthoni tüzek is könnyen megelőzhetőek, ha tűzállótálon, a gyúlékony tárgyaktól távol gyújtunk gyertyát. Tavaly október vége és november eleje között 13 temetőben keletkezett tűz. Ugyanebben az időszakban 12 lakóépületben csaptak fel a lángok, kegyeleti gyertyák és mécsesek miatt.